A romániai elnökválasztást magabiztosan nyerte Klaus Iohannis, a Nemzeti Liberális Párt elnöke, a Jobb-Közép Keresztény Liberális Szövetség jelöltje. Nagyszeben 100 polgármestere a voksok több mint 54%-át szerezte meg. Az elnökválasztás második fordulójában a szavazásra jogosultak több mint 62%-a járult az urnákhoz. Most 25 évvel a forradalom után az emberek eljöttek, hogy harcoljanak a szavazáshoz való jogukért, mondta Klaus Iohannis. Sokakat meglepett, hogy a jelenlegi miniszterelnök alul maradt a választáson. Az első fordulóban még a szociáldemokrata Viktor Ponta nyert, aki elfogadta a mostani végeredményt, ugyanakkor kijelentette, hogy nem mond le. Köszönöm minden románnak, aki szavazott. Klaus Iohannist fölhívom és gratulálok neki a győzelemhez. Én és a kollégáim, amik hivatalban vagyunk, teljesítjük kötelességünket és tesszük a dolgunkat az országért, mondta Viktor Ponta. Klaus Iohannis két magyar többségű megyében aratta a legmagasabb arányú győzelmet. Hargita és Kovászna megyében is a szavazatok mintegy 80%-át kapta meg.